Megválasztásom esetén azt vállaljuk, hogy azokat az uniós forrásokat, amelyeket most egyébként az ország rendelkezésére bocsájtotta, a város további fejlesztésébe állítjuk. Vállaljuk azt, hogy mindent megteszünk olyan munkahelyek megteremtésére érdekében, aki nem azt ígéri, nem több száz milliárdot ígérnek, hanem valós, tényleges munkahelyet fognak idehozni, megteremteni. Ebbe természetesen figyelembe be lehet venni az Ipoly hidak által adott lehetőségeket, a szlovákiai kapcsolatokat is. Támogatni fogjuk a meglévő munkahelyek megtartását azokkal a fejlesztési lehetőségekkel kell, amelyet most az Unió az ország számára, ismétlem, nem a kormány, az ország számára biztosít, és mindenkinek a rendelkezésére áll, minden önkormányzatnak. Szeretnénk a fiataloknak is segíteni. Miben? Hát jó lenne, hogyha más önkormányzathoz hasonlóan, itt csak például Rimóci önkormányzatot említem, segítene komoly anyagi eszközökkel ahhoz, hogy a fiatalok lakást építsenek, telekhez jussanak, vagy pedig lakást, bárki építsenek, lakást vásároljanak. Lázár úr kifejtette a véleményét, gondolom, önök is hallották, olvasták, hogy az Európai Uniós fejlesztési lehetőség az az országnak szól, nem pedig azoknak a városoknak, ahol csak és kizárólag fideszesek vannak hatalmon, fideszes a városvezetés. Hiszem azért, komolyra fordítva a szót, hogy Széchenyi város lakossága rendelkezik azzal az ítélő képességgel, hogy ha hideg fejjel összehasonlítja az elmúlt 4 év semmittevését produkáló mai vezetés munkáját a megelőző 8 év eredményeivel, akkor a szavazata nem lehet kétséges, akkor mindenképpen az az igény fogalmazódik meg benne, hogy Széchenyi városában változás kell. Változás kell, ez így tovább nem mehet. Ahhoz, hogy a változás bekövetkezzen, ahhoz az önök támogatása kell. Mindenki, aki úgy gondolja,
hogy változtatni kell, az jöjjön el szavazni. A református egyház alapítója Calvin mondta, a Jóisten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. Vasárnap se fog helyettünk elmenni szavazni. Azt kérem, hogy mindenki jöjjön el szavazni, szavazzon ránk, és hozza el mindazokat, az ismerőseit, akik itt változást akarnak. Úgy gondolom, hogy ha összefogunk és a változást akarunk, egységesen eljönnek szavazni, akkor a változás nem fog elmaradni. Én köszönöm a figyelmüket. Yeah.